Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 16-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban két beszélgetést láthatnak városunk kulturális életének meghatározó szereplőivel, Egerházi Attila, a Balettszínház igazgatója, illetve Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke lesz a vendég, utóbbi ezúttal költőként szólal meg. Tartsanak velünk! A következőkben Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatójával a számukra is nehéz koronavírus járvánnyal terhelt időszakról, illetve jövőbeni terveikről. Ma a balettről is szó esik, mégpedig Székesfehérvári Balettszínház igazgatója Egerházi Attila a vendégem. Sok szeretettel köszönöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Igen, a koronavírus járvány nem kíméli a kulturális intézményeket sem, a Balettszínház sem kivétel sajnos. Ennek ellenére azért egy sikersztori, hiszen megjelent az a CD, amiről már beszéltünk itt, a Phantom Fájdalom, ugye L. Simon László, Kocsák Tibor és a te magad alkotása, a Székesfehérvári Balettszínház. Ez egy fantasztikus darab. Én azt gondolom, hogy amikor már erről ugye szó esett, akkor még nem tudtuk elmondani, hogy függetlenül a koronavírus járványtól egy igazi remek utat futott be mindez idáig ez a darab. No, de mi történik majd akkor, ha véget ér a Covidnak? Ez jó kérdés. Először is azt lenne jó tudni, és ezt senki nem tud erre választani jelen pillanatban, hogy mikor ér véget ez, illetve mikor normalizálódik úgy a helyzet és az élet, hogy kinyithatnak a színházak, de én nagyon bizakodó vagyok, hogy előbb vagy utóbb ez el fog jönni ez az időszak, és erre készülni kell, és erre készülünk és dolgozunk itt nappallá téve a Balettszínházzal, és hát aktívak vagyunk. Most az online térbe kényszerültünk, ami hát nem a műfajnak kedvez, de mégis egy olyan megjelenési lehetőség, vagy egy olyan találkozási lehetőség a közönséggel, amivel élni kell, és mi is élünk nagyon sok más társulathoz hasonlóan. És a Phantom Fájdalom című nagyszabású produkciónknak a streamelt változata, az hamarosan a nézők elé fog kerülni, tehát online meg lehet tekinteni. Tegnap volt a Vörösmarty Színházban a darabnak a felvétele, több kamerával felvettük, ez most utómunkálatok alatt van, és szerintem egy két héten belül ez online térbe megtekinthető lesz. Ahogy olvasom, azért az előadást utaztatni is fogjátok, tehát alapból megnézhetjük itt Fehérváron, de Budapest és a határon túl nagyon sok helyre szeretnénk elvinni, így van, határon túlra is szeretnénk elvinni. Ezeket az előadásokat, vagy vendégjátékokat már most előkészítjük. Nyilván nem tudván még az időpontot, hogy erre mikor kerülhet sor, de készen állunk. És hát más produkciókkal is természetesen készülünk, de most jelen pillanatban a legutolsó munkánk, mondom, tegnap volt épp a felvétele a Phantom Fájdalomnak, ez volt. Hogy viselik a balettművészek ezt az időszakot? Rendkívül fegyelmezetten, ugye maga a táncművészi létforma egy elég magas színvonalú disziplinát követel meg a művészektől, de azt azért nem mondhatnám, hogy lelkileg nem viseli meg őket, csak úgy, mint bárki mást. Ez alól nem kivétel természetesen a táncművészekre, de nagyon fegyelmezetten viselik, nagyon bizakodóak ők is, hogy el fog jönni az az időszak, remélhetőleg nem is túlságosan a távol jövőben, amikor újra találkozhatnak a közönséggel, és addig pedig dolgozunk a stúdióba, tehát a balettterembe, és a különböző produkcióinkat streamelt változatban online felületen láthatja a közönség. Én bízom benne, hogy aki terveket sző, az nem csak eshetőségekre gondol mostanság, mert azért ez előfordul, valljuk meg.
És pontosan ezért említem ezt, és fogalmaztam meg így, mert egy olyan produkcióra készültök, ami azt hiszem, hogy egyedülálló szintén a Nemzeti Táncszínházzal. Így van, a Nemzeti Táncszínházzal közösen koprodukcióba fogunk megvalósítani, illetve bemutatni egy nagyon nagyszabású produkciót. Egy két felvonásos balettről van szó, Csajkovszki gyönyörű örökzöld zenére, de újra gondolva a Hattyúk Taváról van szó. Itt két eshetőség van, ez június 4-ére tervezzük a darabnak a bemutatását Budapesten a Nemzeti Táncszínházban, és természetesen rögtön hoznánk haza Székesfehérvárra. Ehhez természetesen az kell, hogy a hatályos jogszabály erre lehetőséget adjon, és közönséget be lehessen ültetni a nézőtérre. Ha ez még nem lehetséges, akkor viszont, mint B-terv, szintén a Nemzeti Táncszínházba fogjuk bemutatni streamelt változatba, tehát online felületen fogják tudni a nézők megtekinteni ezt a produkciót, és aztán hozzuk, vagy szeretnénk hozni haza Székesfehérvárra. Adott esetben azon is gondolkozunk, hogy itt is streameljük a darabot, csak úgy, mint a Fantomfájdalmat. Szóval mindenképpen szeretnénk eljuttatni ezeket a produkciókat a közönséghez, hiszen azt gondolom, hogy nagy szükségük van a kultúrára, főleg a mostani nehéz időszakban. Ez egy mentális gyógyszer a kultúra, és nagyon fontos szerepet tölt be szerintem a társadalom életébe, és most párhuzamosan folynak a próbák egyébként a Hattyúk Tava, illetve az Aladdin, ami egy következő produkciónk, amit streamelni fogunk, a bemutatója az online felületen lesz, itt Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban. Ez egy gyerekeknek szóló, illetve ifjúsági balett, amit Nemes Zsófia koreografál. Igen, a koreográfus szerettem volna megkérdezni, hiszen ha Hattyúk Tavára térjünk vissza, hiszen ez egy örökbecsümű. Milyen lesz ez a koreográfia? Hát egy nonverbális műfaj szavakba önteni, az olyan, mint a lepke szárnyáról megfogni, és a himport ledörzsölni róla, és már is nem tud repülni, de hát természetesen nem egy múzeum, tehát nem egy replikája annak a nagyszerű, klasszikus és sokak által ismert, annak idén az is kortárs volt, csak megsúgom, ma már klasszikusnak számító változatnak. Ez mind a dramaturgiára vonatkozik, mind a nyelvezetére a darabnak, egy egyéni hangvételű, egyéni értelmezésben, de az alaptörténetet, ami szintén megfoghatatlan, mert nagyon-nagyon sok szálon fut, és hát egy példabeszédnek tekinthető, hát nyilván nem csak Hattyúkról, meg a hercegről van szó, hanem ez egy lélektani dráma volt mindig is. Ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, hiszen a nagyműveknek az a titkuk, hogy üzeneteket hordoznak képes beszédekbe, csak úgy, mint a Biblia. Amikor Jézus ugye ő képes beszédbe szólt, nem szó szerint kell azt úgy, vagy csak szó szerint érteni, hanem annak nagyon komoly és mély értelmű üzenete van. Ezért kell többször meg többször elolvasni, vagy érdemes többször elolvasni a Bibliát, mert mindig új dolgot fedezünk benne. És nem már hinni. Így van. És ugyanez vonatkozik a nagyívű művekre, például lásd Hattyúk Tava, és nyilván ez most egy újszerű értelmezése, vagy lehet, hogy nem is újszerű, csak mondjuk nem a megszokott értelmezése a darabnak. Az Aladdin koreográfia is hasonló elvek mentén született? Az Aladdin koreográfiáról a koreográfust lenne érdemes majd megkérdezni, szerintem talán erre is sor kerülhet, sőt egészen biztos, Nemes Zsófia, hogy ő hogy képzeli el. Ott talán annyival egyszerűbb a helyzet, ha szabad ezt mondani, bár semmi nem egyszerű, amikor le kell képezni egy darabot. Az egy nagyon adott, konkrét mese, aminek a képi világgá való formálása, hogy így fogalmazzak, vagy koreográfiába öntése adja az egyediséget. Ez nyilván majd Zsófia keze és lába nyomát fogja viselni. Én nagyon bizakodó vagyok benne, hogy egy szórakoztató darabról lesz szó, ami azért el is gondolkoztat. A Balettszínház új Székesfehérváron 2018 óta, de azért most már itthon vagytok, otthon vagytok, és nagyon-nagyon fontos a kapcsolattartás a közönséggel. A Mozdulyfehérvár ennek a remek példája. Most természetesen kicsit másként van a pandémia idején, de azért nagyon fontos, hogy ez folytatódik, ahogy elkezdtétek. Így van, rettentő fontos, nem csak a Balettszínház, mint a város fiatal kulturális intézményének a megismertetése és közelebb vitele a közönséghez, hanem a műfajnak. Tehát maga a táncszínházi műfajnak
a miben létét igyekszik ez a programunk megvilágítani és rávilágítani a nézők számára. Hogy kell, ez nagyon, nagyon csúnya dolgot mondok, hogy kell helyesen nézni. Hát ilyen nincs, hogy kell helyesen nézni két szemmel és nyitott szívvel, de hogy kell olvasni ezt a darabot. Ugye, hogyha nem tudok angolul, akkor nem tudom eredetibe Shakespeare-t olvasni. Minden egyes művészeti ág kódokat rejt magából. Ezt lehet idézőben tanítani, vagy rá lehet világítani. Ez szolgálja a Mozdulyfehérvár elnevezésű programunk, ami nagyon sokrétű. Most jelen pillanatban, hamarosan, azaz hétfőn, nem sokára az első online változatát ennek a programoknak meg fogjuk ejteni, a Hangszíntér Művészeti Iskolával. Ez számunkra is egy pilot program, tehát egy kísérleti jellegű, hiszen azért mégiscsak a személyes találkozás a diákokkal annál jobb nincs, az a legerőteljesebb, de nagyon nagy kihívás számunkra, és izgalmas kihívás, hogy online bonyolítsuk le ezt a programot, és hogyha ez jól megy, akkor nyilván bizonyára ez fejlődni fog az idők során. Nos, hát köszönöm szépen, és azt kívánom, hogy minél előbb és minél többen férjenek hozzá a Fantomfájdalom streamet változatához. Egy felejthetetlen élményben lesz részük, ezt mi már megnéztük, és azt gondolom, hogy ez valóban egy olyan újdonság, ami méltó arra, hogy mindenki a szívébe fogadja, nyitott szívvel és szemmel, és gondoskodó tisztelettel készült. Hiszen ez a darab a Trianon 100. évfordulójának megemlékezéséül készült. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Megjelent Bobori Zoltán új verses kötete, az Ima verskönyv. A következő, mint egy negyed órában erről a két nyelvű kötetről beszélgetünk a szerzővel. Egy kötetet szeretnék mutatni, megjelent Bobori Zoltán Ima verskönyve, ami nem is lenne szenzáció, bár az, hiszen tudjuk, hogy ez egy fantasztikus kötet, beszámoltunk már róla. Ez viszont két nyelvű. Lengyel barátaink Konrad Sutarski segítségével sikerült ezt kiadni, és engedd meg, vendégem pedig természetesen Bobori Zoltán, a kötet szerzője. Szervusz, Zolikám! Engedd meg, hogy egy rövid gondolatsort felolvassak Konrad Sutarski, hogy mit is írt erről. Aki fordította egyébként, hiszen maga is irodalmár. Amikor először kezembe vettem ezt a vallási és ima költeményeket tartalmazó kötetet, vagy ahogy a magyarok mondják, istenek verseket, meglepődtem, istenes verseket. Az, aki hitteltelve ezeket az ima szavakat papírra veti, az nem más, mint a középkori aszkézis terjesztő hívő, olyan hihetetlenül mély a hite, mint a víz egy mély kútban. Vizet nem látok, de tudom, hogy ott a mélyben valahol megvan. Gyönyörűséges gondolat, mint ahogy fantasztikus a kötet. Mielőtt azonban ezekről a versekről beszélnénk, majd szeretnélek kérni, hogy olvass fel belőlük, egy rövid gondolatsort kérek arról, hogy honnét jött a gondolat, eleve, hogy az ima verskönyv, itt elélő ember természetesen, ha versíró, akkor foglalkozik ezzel. De hogy ez megjelenjen a lengyel barátainknál is, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy ők Európában azt gondolom, hogy kiemelten tisztelik Istent, és egy keresztény országról, keresztény emberekről beszélünk. Mint minden könyvnek és mint minden alkotásnak megvan a maga előélete, és a jelene és a jövője. Hát, hogy milyen lesz a jövője, azt nem tudom, de ennek a könyvnek, kis könyvnek az előélete az számomra rendkívül emlékezetes és érdekes volt, és gondolom, hogy maradandó emlékeket hagy bennem már eleve az, ahogy ez a kis könyv létrejött. Ugyanis néhány évvel ezelőtt a barátaim kérdezték tőlem, hogy miért nem válogatod össze, és miért nem gyűjtöd össze az istenes verseidet. Egy kicsit még csodálkoztam is, hogy hát, hogy vannak-e én nekem, vagy van-e annyi
istenes versem, amiből akár egy kis szerény kis kötet összeállhat, de aztán ahogy végignéztem az eddigi köteteimet és az eddigi verseket, rájöttem, hogy tényleg egy kis csokorba össze lehet gyűjteni ezeket az úgynevezett istenes verseket, és így született meg ez az ima verskönyv, amit hát én nagyon nagy örömmel vettem, és nagyon büszke vagyok rá, megmondom őszintén, mert sok dicséretet kaptam miatta. De ettől a könyvtől függetlenül 2 évvel ezelőtt egy püski rendezvényen, pontosan tavaly egy püski rendezvényen voltam, amikor a egykori püski lengyel menekült tábor helyén egy emlékművet avattak. És megkértek engem, hogy mondjam el a Katin című versemet. Hát én ezt természetesen nagy öröm, mert gondolom, hogy sokan tudják a lengyel kapcsolatainkat és az én nagy-nagy tiszteletemet a lengyel nép iránt és Lengyelország iránt, úgyhogy természetesen nagy örömmel mondtam el püskiben ezt a verset, ahol jelen volt a korábban mi már általunk már korábban is ismert nagykövet, úgyhogy Jerzy Snopek nagykövet úr, úgyhogy amikor ezt a verset elmondtam, azt követő ebéd után odaadta neki ezt a kis könyvet. És legközelebb, amikor találkoztunk, akkor mosolyogva mondta nekem, hogy ezt a kötetet le kell fordítani. Szóval egyértelmű volt, hogy Konrád Szutárszkihoz forduljak, ugyanis ő már korábban is több versemet lefordított lengyelre, sőt, az ő fordításában jelent meg egy varsói irodalmi folyóiratban néhány vers, úgyhogy teljesen egyértelmű volt, hogy a Konrád Szutárszkihoz fordulok. Így jött létre ez a kis kétnyelvű imavers könyv. Föltétlen meg kell említenem, hogy természetesen Tóth Adrien volt a kivitelezője, és hát azt hiszem, hogy méltó a küllem a Belbecshez. Idéznék ismét, mégpedig Péma Klári Évától, hiszen azt hiszem, hogy a Vörösmarty Társaság költőírója, mindenese gondolata példa arra, hogy miként is lehet és kell ebben a felgyorsult világban gondolkodni a keresztény hitről, és azt írja, hogy Bobori Zoltántól az sem idegen, hogy párbeszédet folytasson az Úrral, atya-fiú viszonyban már kérdezni és választ vár, sőt úgy érezzük, kap is Istentől. Ez egy fontos gondolat. Igen. Minden embernek azt hiszem, hogy az egyéniségéhez, magához az egyénhez szabott a hite. Én nagyon örülök annak, hogy a kritikusaim ezt úgy értékelik, és úgy írták meg többek között a Péma Klári Éva is, hogy ez egy mély istenhit. Abban is igaza van, hogy én tudok sokszor, nagyon sokszor, különösen hajnali órákban a Jóistenhez fordulni, és hát még az is megvalósult, hogy egy párbeszéd formájában fordulok a Jóistenhez. Ez versben történt meg, vagy történik meg. No, mielőtt egy ilyen verset te magad is felolvasnál, én is az egyik kedves, ami kedves számomra, sem hold, sem nap, sem a csillagaink címmel. Elbitangolt tisztességünk helyén felkelt zsoldos gyűlölet dübörög, lányaink lekapart méfalának jajjai kínoznak álmainkban. Sem hold, sem nap, sem a csillagaink nem költenek bennünket énekeket. Útjainkon hálócsapda, verem, járásunk legyengült bujdosóké. Apánk rögben megvúvó szemében nem látjuk már őrtüzeink fényét. Egymás kezéig adj erőt, Uram, körbefogni maradék erdeinket. Hogy találsz rá ezekre a mélységekre?
Ha az embert a mindennapi életében bármilyen hatások érik, de hát most azért legyünk őszinték, most az utóbbi időszakban azért nagyon sok keserűség és nagyon sok elgondolkodtató esemény történik velünk az egész nagyvilágban. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor az ember a saját erején túl kell, hogy érzékelje ezeket a dolgokat, akkor nincs más, akkor jó Istenhez kell fordulni. Most ezekben az időkben segítségért. Hát nem tudom, hogy elegendően van-e erőnk ahhoz, hogy ebből kiláboljunk. És kihez máshoz fordulna az ember ilyenkor, mint a Teremtőhöz, akitől elvárható az, hogy ezekre a könyörgő szavakra válaszoljon. És hát az ember nagyon örül annak, amikor választ is kap a szavainkra. Nos, akkor itt az időd. Egy verset mondj nekünk, kérlek szépen. Azt tulajdonképpen megerősíti ez a vers, amit mondtam, hogy mindahhoz a harchoz, ami most itt van, ebben a világháborúban, mindahhoz nagyon nagy szükségünk van vezetőre. Erről szól tulajdonképpen ez a vers, ha te állsz elibénk. Nekivágunk, Uram, minden háborúnak, ha te állsz elibénk felemelt zászlóddal. Ha te vezetsz minket csendes imáiddal, nincs helye szívünkben, lelkünkben borúnak. Te veled harcolunk, Uram, életünkért, hisz így lesz szelíd jövője a magyarnak. Együtt csak a jók, az igazak maradnak, kik hálásak lehetünk neked hitünkért. Tehát Vas Albert után szabadon maradnak az igazak és a jók. Igen. És nagyon-nagyon örülök ennek az idézetnek, mert tudod, amikor az ember hisz abban, hogy ő az igazak és a jók között marad, akkor azért eszébe kell, hogy jusson az is, hogy vajon úgy, mint minden szörnyűséges helyzet, kritikus helyzet, mondhatjuk azt, hogy minden háború, például minden háború után azért elsősorban azok jönnek elő, és azok kerülnek felszínre, akik kihasználják ezeket az állapotokat. Az igazak és a jók majd csak akkor, amikor már béke van, és elsősorban az ő szívükben, vagy a mi szívünkben. Norikám, köszönöm szépen. Soha nem volt nagyobb szükség erre, hogy ezeket a gondolatokat felvesd, elmond, leírd nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is így érzem, hogy soha. És kedves nézőink, kérem, önök se feledjék, itt van ez az ima verskönyv Bobori Zoltántól. Én bízom benne, hogy mielőbb az önök elé kerül, és megfontolandó gondolatok sorát olvashatják benne. Köszönöm figyelmüket! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!